Cégünk az EBM Pabst Hungary Kft. Idén először indított el a nyári tábor programját itt a sűsápi telephelyen. Egy ilyen tábor Németországban már régóta működik. Nem csak nyáron, de azt gondoltam, hogy akkor mit Németországban működik, miért nem tudunk ezt Magyarországon létrehozni. Azt hiszem, minden szülő szembesült már azzal a problémával, hogy egy hosszabb nyári szünet alkalmával a gyerekek számára is elfoglaltságot kell biztosítani. Tekintettel arra, hogy Pestről járok ide dolgozni, rendkívül praktikus a számomra, hogy közvetlenül a szomszédba hozhatom a gyerekeket is ide a munkahelyem mellé. Tudom, hogy egész nap jó kezekben vannak, szakemberek vigyáznak rájuk, és hát a nap végén együtt mehetünk haza. Minden nap reggel 7.30-tól 16 óráig lehetnek itt a gyerekek. Háromszori étkezést kapnak, 10 órai ebédet és uzsonnát, amit szintén a cég biztosít a gyerekek, illetve az ott dolgozó pedagógusok számára. A gyerekek a tábor ideje alatt akár teljes hosszában, tehát június 17-től augusztus 30-áig is itt lehetnek a munkanapok minden napján, illetve egy-két napot is, hogyha a szülők úgy szeretnék. A gyerekekkel két óvónő és két tanító foglalkozik. Nálunk itt az EBM Pabst táborban nincsenek kötött és kötelező programok. A gyerekek szabadon választhatnak különböző foglalkozások közül. Van lehetőségük a szabad játékra. Többségében kézműves, illetve mozgásos tevékenységeket végzünk, de szívesen és nagy örömmel vettük a gyár által felhalmozott hulladékanyagot, amit újra hasznosítottunk. Különböző ötletes dolgokat készítettek belőle a gyerkőcök. A gyerekek jól érzik magukat, nagy kedvencük volt a kábeldobok kifestése, ebből több darabot haza is kellett vinnünk, úgyhogy az otthoni kertet díszíti. Illetve hát azt hiszem jól mutatja a gyerekek általános hangulatát, jó kedvét, hogy minden reggel igazából szögdécselve, nevetgélve indulnak el velem ide a táborba. A nyári táborunkat a nagy sikerre való tekintettel a jövő évben is szeretnénk újra megrendezni.